A civil szervezetek jelentősen hozzájárulnak a falvak és kisvárosok kulturális és közösségi életének erősítéséhez. Ezt az értékteremtő tevékenységet támogatja egyre többféleképpen az állam. Ilyen egyik új elem volt a Magyar Falu programban tavaly létrehozott falusi civil alap. Ennek keretében az 5000 fő alatti falvakban és kisvárosokban működő egyesületek, illetve alapítványok nyújthattak be pályázatot infrastruktúrális hátterük bővítéséhez, illetve közösségi programok megrendezésére. A pályázati konstrukció idén is folytatódik, melynek kiírásai múlt hét elején jelentek meg. 4 kategóriában pályázhatnak, maximum 6 millió forintig ingatlan vásárlásra és felújításra, maximum 5 millió forintig gépjármű vásárlásra, maximum 2 millió forintig program szervezésre, és szintén maximum 2 millió forintig eszköz vásárlásra. Egy civil szervezet ebben az évben egy pályázatot adhat be. Az is fontos, hogy aki tavalyi évben gépjárművásárlásra sikeresen pályázott, az idén nem pályázhat gépjárművásárlásra, és aki tavalyi évben ingatlanvásárlásra sikeresen pályázott, az maximum felújításra pályázhat idén. A nyertes szervezeteknek 2022 év végéig kell végrehajtaniuk beruházásaikat. Kis András kiemelte, a civilek a járványhelyzetben is nagyon fontos karitatív munkát végeztek, reményeik szerint pedig hamarosan újra előtérbe kerülhetnek a közösségépítő tevékenységek. Kiemelten fontos volt a helyi adománygyűjtések önkéntes munka esetén az ő szerepük a koronavírus járvány idején is, és az a közösségi összefogás, ami megvalósult a megyében, és amelyben részük is volt, azért külön köszönet jár nekik, és ugyanilyen fontos az, hogy amikor már túl leszünk a járvány harmadik hullámán, reményeink szerint, akkor az emberi találkozások talán az, ami a leginkább hiányzik az embereknek. És ebben a civil szervezeteknek nagy szerepe van, hogy a találkozások, a közösségépítés területén részt vegyenek, és hogyha ezekre a programjaikra, ezekre az infrastruktúrás fejlesztéseikre támogatást kapnak, akkor ezt a tevékenységet még jobban fogják tudni végezni. A falusi civil alap támogatásai a tavalyi évben nagyon népszerűek voltak, hiszen 4-szeres volt a túljelentkezés a pályázati felhívásokra. Az új kiírások már elérhetőek a kormány.hu, valamint a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT weboldalán. A pályázatokat a civil szervezetek április 7-e és május 7-e között nyújthatják be.